Kedves testvéreim, legyünk egy pillanatra gyerekek. Menjünk vissza a kisgyermekkorba, és gondoljunk vissza arra, melyik volt az a kérdés, amit oly sokszor föltettek nekünk kisgyermekkorunkban, és hát lehet, hogy valaki szerette ezt a kérdést, őszintén megmondom, a magam részéről rettenetesen utáltam, amikor föltették nekem ezt a kérdést, mert nem tudtam rá válaszolni. Mi leszel, ha majd leszel? Ugye ismerős. Ki nem tettél fel gyerekként? Keresztelő János születése nem egy hagyományos pillanat volt. Rendkívüli jelen, rendkívüli események is. Az édesanyja, meg nyilván az édesapja, egy Zakariás is idős ember volt. Senki nem gondolta, hogy lesz egy gyermekük. Önmagában véve már az meglepetés volt, és már az, a szabad így fogalmaznom, legkára adott okot, hogy Erzsébeli gyermeket vár. Nem akkor kezdték el emlegetni Keresztelő János, amikor megszületett, hanem a gyermeket már akkor emelhette minden ismerős, amikor még az anyja mélyében volt. Aztán Zakariás, miközben végzi a templomi szolgálatát, egyszerűen csak megnyílt. 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 Üzenet az Isten. És utána megszületik. Nyilván környék, a család, a rokonok, az ismerős, mindazok, akik közel álltak Erzsébet Zakariáshoz, ott voltak, most akkor mi lesz? Hogy lesz? Itt van ez az idősebbnek nevezhető asszony. Megszületik a gyermeke. Itt van a férje. Nem tud beszélni. Megnyomult. Mi lesz most? Mi fog történni? Megkockáztatom, nem azért voltak ott, mert a kicsi gyermek érdekelte őket. Nem. Várták az újabb jelet. Mi lesz most? És aztán Zakariásnak megoldódik a nyelve. Mert az Isten akaratát kimondta. És mi lesz ebből a gyermekből? Kérdezzük. Hiszen nyilván az úgy van vele. Mi lesz ebből a gyermekből? Mi lesz belőle? Hányszor és hányszor és hányszor megkérdezték Keresztelő Jánosnak. És amikor János növekedett, volt 5 éves, 6 éves, 8 éves, 10 éves, bármennyi gyermek. Vajon hogy építette őt, hogy ezt lehet, hogy naponta föltették neki 8-szor, 10-szer, 15-szer ezt a kérdést. Mi lesz belőle, mi lesz ebben, ha nagy lesz? Ha nekem tették volna föl gyermekként 8-szor, 10-szer egy nap a kérdést, én legszeresebben elkerültem volna az ember. Hagyjatok engem béké! De Keresztelő János, látva az életét, látva, hogy aztán hogyan alakult a küldetése, ő elgondolkodott. Jel volt Zakariás számára, amikor megnyúlt, tehát te kellene tudni azon. Jel volt az emberek számára, Erzsébetnek a szülése, jel volt Zakariásnak szava megeredése, és Keresztelő János számára jel volt, hogy ennyien kérdezték meg tőle, mondd, mi leszel, ha nagy leszel, mi lesz belőle. Egész biztos vagyok benne, hogy Keresztelő János nem eltűnt a világ elől, nem hátrafordított az embereknek, nem váltott, hogy hagyjatok engem békén. Nem. Elgondolkodott a kérdés. És felfedezte benne az Istennek a jelét.
Yeah.